Közel 400 katona tette le esküjét november 25-én Szentendrén az MH Altiszti Akadémián. A honvédtisztjelölti, altisztjelölti, szerződéses legénységi állományú, szerződéses pályakezdő tiszti és altiszti állomány kategóriába tartozó honvédek egységes alapkiképzésen sajátították el a katonai ismeretek alapjait az elmúlt 14 hét során. Én, Neves Máté honvéd, esküszöm! Hogy Magyarországot híven szolgálom! Hogy Magyarországot híven szolgálom! Hűséges honvédje leszek! Hűséges honvédje leszek! Magyarország függetlenségét! Magyarország függetlenségét! Az állampolgárok jogait és szabadságát bátran! Az állampolgárok jogait és szabadságát bátran! Az alaptörvény és a törvények betartásával és betartatásával! Az alaptörvény és a törvények betartásával és betartatásával! A rám bízott honvédek és fegyverek erejével! A rám bízott honvédek és fegyverek erejével! Életem árán is megvédem! Életem árán is megvédem! Előjáróim parancsainak engedelmeskedem! Előjáróim parancsainak engedelmeskedem! Alárendeltjeimet jogai tiszteletben tartásával vezetem! Alárendeltjeimet jogai tiszteletben tartásával vezetem! Róluk emberséggel és felelősséggel gondoskodom! Róluk emberséggel és felelősséggel gondoskodom! Isten engem úgy segéljen! Isten engem úgy segéljen! A rendszerváltást követően a honvédség átalakult, és ez az átalakulás azt is jelenti, hogy a megváltozott biztonsági kihívásoknak megfelelő, magasan képzett haderő jött létre. Az elmúlt 5 évben pedig az árvízvédelemben, a vörösiszap okozta katasztrófa helyzetben és a missziós feladatokban úgy álltak helyt katonáink, hogy tudásuknak és elkötelezettségüknek köszönhetően a Magyar Honvédség ma ismét a magyar társadalom megbecsült intézménye. És most a tömeges bevándorlás előítélt válsághelyzetben újra kivívta a nemzet megbecsülését. A közelmúlt, különösen az elmúlt napok eseményei, az embertelenül elkövetett párizsi terrortámadás arra figyelmeztetnek, hogy a jövőben új típusú kihívásokkal kell szembenéznünk. Szükségünk van tehát képességeinkre, tartalékainkra, azok megújítására és kibővítésére, szükségünk van a társadalom támogatására, és szükségünk van az önök családjainak, az édesanyáknak, az édesapáknak, a férjeknek és a feleségeknek támogatására. Azért, hogy közös értékeink és érdekeink mentén óvni és védeni tudjuk hazánkat. Az esküdtett honvédek többek között alakikiképzésen, lőkiképzésen, általános harcászati foglalkozásokon vettek részt, megismerkedtek a rögtönzött robbanóeszközök elleni védekezéssel, katasztrófavédelmi és vegyi védelmi oktatásban, egészségügyi, logisztikai és túlélési ismeretekben részesültek, amelyekről kétnapos elméleti és gyakorlati záróvizsgán kellett számot adniuk.